Sziasztok! Molnár János vagyok, a Törvénynél bioinformatikusként dolgozom. Már több mint 10 éve foglalkozom genomikával, illetve ilyen új generációs szekvenálási technológiákkal, ami ugye az élő rendszerekben lévő DNS-ének a meghatározásával foglalkozik. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy körülbelül azóta, mióta Magyarországon elérhetőek ezek a technológiák. És hát kicsit így a humán genomról és ezekről az új technológiákról fogok beszélni az elkövetkezendőben. Viszont szeretnék én is egy-két fogalmat bevezetni, ezekről nagyrészt Árpi már elég részletesen beszélt, de azért összefoglalásként újra elmondanék egy-két dolgot. Ugye a genom az az élő rendszerekben lévő genetikai anyag információjának az összessége. Alapvetően ezt úgynevezett DNS szekvenálási technológiákkal határozzuk meg. Igazából ez csak egy ilyen nagyon elsőrendű információval szolgál számunkra. Ahogy itt láthatjátok, igazából csak a DNS-nek a folytonos sorozatáról kapunk egy elsődleges betekintést. Azonban nagyon fontos, hogy utána ezeket az információkat további úgymond információval lássuk el. Nagyon fontos az, hogy ebben a DNS szekvenciában hol vannak gének, például melyik kromoszómán, milyen gének vannak egymás mellett, stb. Például gondoljatok arra, hogy szokták mondani, hogy az ember és a csimpánz között nagyon kicsi a genetikai távolság, viszont hogyha ránézünk egy csimpánz és egy humán sejtre, például a kromoszómái nagyon-nagyon különböznek, tehát hogy itt szekvencia szinten nincs sok különbség, de ugye már egy komplexebb információval rendelkező komplexebb dolgokat adunk hozzá, például a géneket, kromoszómákat, akkor már nagy mértékű különbség van. Tehát ezért fontos tudnunk a génekről is, hol helyezkednek el, mik szabályozzák ezeket a rendszereket. Illetve, ahogy Árpi mondta, hogy a génekből utána fehérje lesz, ezekhez a fehérjéknek a térszerkezetét szintén a gének építőköveinek szekvenciája határozza meg. És itt hoztam egy bevezetést is, ugye említettem ezeket a csimpánz, ember, stb. Mi a különbség az élőlények között. Ugye a Humán Genom Programnak is az egyik legfőbb kérdése az volt, hogy hány génnel rendelkezik a humán genom, a DNS szekvenciában hány gén találunk, és hoztam egy találós kérdést számotokra is. Itt négy élőlényt tüntettem fel az ábrán, és az lenne a kérdés, hogy a különböző élőlényekben hány gént találunk. Elsőnek egy élesztőt hoztam, az egy kis egysejtű élőlény, hát picit egyszerű, nem is olyan bonyolult, biztos nem tartalmaz sok gént. Mit gondoltok? Tipre nyugodtan bekiabálhattok bármilyen számot. Körülbelül mit gondoltok, hány gént tartalmazhat egy ilyen kis... Ha. Jó, nem baj, szerint egy... 6000. Jó, igen. Más? Más tippek? Ja, erről várom, hogy más is tippeljen, és akkor utána megmondom a megoldást. Ez a 3. 10000. 10000, oké. Robi esetleg? Én már tudom, hogy nem. Ja. Miki? Egy tippel. Ezt egy számot mondja. Na, jó, ez egyébként jó volt. Itt sok tipp volt, sok száma, de kb. 6600. Ez kerekítés, nem mondok minden a pontos számokat, mert nyilván itt a különböző törzsek között is van különbség. Következő élőlény, amit hoztam példának, ez egy fonál féreg, ez a C. elegans, ez genetikusoknak egy kedvelt modell állata. Ugye látjátok, hogy ez már több sejtből épül föl, ugye a sejtek között is van információcsere, bonyolultabb élőlény. Mit gondoltok? Ez hány génnel rendelkezik ez az élőlény? 68000. 68000? Oké. 100000, igen. Még egy utolsó tipp? 6006. Érdekes gondolat? Nem. Körülbelül 20000 génnel rendelkezik. A következő kis élőlény, ez a kis kutyuska, ugye ez már azért még egy szinttel tovább léptünk, bonyolult idegrendszerrel rendelkezik, sokféle érzékszer, ugye látás, hallás, különböző érző rendszerei vannak,
ugye ízérzékelés, bonyolult, tud futkározni, lehet vele kommunikálni, visszahozza a labdát. Ez azért egy bonyolultabb élőlény, erre mit gondoltok? 1 millió? 700 000. Egy millió négyszáz ezer. Hát igen, azért mondjuk az egy komplexebb élőlény. Sok élre van szüksége. 10 millió. 10 millió? Na, még egy utolsó kép. Na jó, megmutatom, ez is körülbelül 20 000 hitel rendelkezik. Ugye, érdekes, pedig azért mennyivel bonyolultabb. Ugye azt tudni kell, hogy ugye nem csak a gének száma, hanem egy csomó minden más fontos szerepet játszik egy élővény létrehozásában. És az embernél mit gondoltak, ott mennyi van? Igen, 21 000. 69 000. Na jó, akkor megmutatom, ez is kb. 20 000. A 21 ezer az egyébként egy elég jó megközelítés volt. Ugye ezt azért hoztam, mert tényleg gyakorlatilag az ember hasacsapásszerűen is tippelhetne bármit, amíg nem ismerjük a DNS szekvenciát, nem ismerjük a géneket, addig bárki bármit mondhat, mert azért ezek nem egy olyan triviális dolgok. Ugye látjátok itt is, hogy egyre komplexebbek az élőlények, struktúrálisan az élő szervezetük is többféle szervből, szövetből áll, és még sincs sokkal nagyságrendivel több génjük az adott élőlényeknek. Ez elsősorban azért van, mert a gének együttműködése, a gének szabályozása más szinten sokkal bonyolultabb természetesen, de ez nem feltétlenül a gének számában nyilvánul meg. És azt még hoztam egy ilyen példát, hogy a kutatók sem tudták egyébként, mielőtt elkészült a humán genom. Ők is nagyon sokféle számot tippeltek, ez ugye a 2000-es évek eleje, ugye egyébként az már gyakorlatilag majdnem 21. század, és mégis nem tudták pontosan meghatározni, tippeltek ők is egy számot, megvolt emögött a maga racionális gondolkodás, de mégsem sikerült eltalálniuk. És akkor ezért is volt fontos ugye a humán genom program, ami egy több mint 10 évig tartó kutatási projekt volt. Itt ezzel képpen szerettem volna reprezentálni, hogy mennyire fontos volt, hogy az amerikai kormányzat is emögé a kutatási cél mögé áll. Ugye ez a program több mint 10 évig tartott, és több mint 3 milliárd dollár, nem millió, milliárd dollárba került, tehát rengeteg pénzt emésztett fel, azért mert nagyon sok munkaóra volt benne, nagyon sok kutatói együttműködés, nagyon sok kutatóintézet, és maga a projekt inicializált teljesen olyan új kutatási eljárásokat, olyan új műszereket, amik előtte nem léteztek. Tehát nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ez körülbelül úgy tekintenek a tudományos világban rá, mint a holdra szállás. Igaz, hogy nem mentünk olyan messze, de olyan hatalmas tudással ruházott fel bennünket, mint a holdra szállás. Tehát annyira sok technológiai újítást vezettek be. És hogy ezt demonstráljam, ezért a kicsit a DNS szekvenálásról szeretnék beszélni, ami a DNS építőköveinek sorrendjének meghatározása, hogy ez a legelső lépés, hogyha szeretnénk megismerni egy élőlény működését, hogy ahogy mutattam, ugye 90-ben, amikor elindult ez a projekt, 13 év alatt tudtak egy humán genomot megszekvenálni, és eljutottunk oda, hogy manapság már fél óránként tudunk megszekvenálni egy humán genomot, tehát az egész teljes DNS genetikai állományát gyakorlatilag fél óra alatt. Ugye lehet látni, hogy sokkal modernebb készülékek, nyilván itt az elektronika, számítógépipar, mérnöki tudomány, nagyon sok minden fejlődött az elmúlt évek alatt, de ezeknek a felhasználása biotechnológiában előtte nem volt igazán jellemző. És ugye nem csak a nagyméretű kapacitás növekedés volt fontos az utóbbi években, hanem a miniaturizálás is. Itt látjátok, hogy ez is egy ilyen DNS szekvenáló készülék. Az előbb itt mutattam, hogy itt állnak ezek a hatalmas nagy monstrumok, de a másik irány, ami a fejlődéstől mutatja, ugye a miniaturizálás, ez itt a nemzetközi űrállomást látjátok, hogy oda is feljutottak már ilyen DNS szekvenáló készüléket, ami azért fontos,
mert ugye a súlytalanság állapotában teljesen máshogy működnek az élő rendszerek, ezt eddig nem tudtuk vizsgálni DNS szinten. Ugye, hogyha onnan visszahoznánk valami élőlényt, vagy a DNS-ét, az nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt mutatná, mint amikor ott a helyszínen képesek vagyunk ezt megvizsgálni. És látjátok, hogy ez egyelőre még egy ilyen tesztfázisú készülik, amit igazából egy ilyen kis mobiltelefonhoz is hozzá lehet kapcsolni. Gyakorlatilag bárki számára elérhető, bárhova elvihető, bármikor lehet vele ilyen DNS vizsgálatot elvégezni. Ez azért is nagyon jelentős, hogy ilyen kisméretű készülékeket is fejlesztenek. Ugye van nagyon sok olyan kutató, aki olyan kutatási területtel foglalkozik, hogy nincs ideje arra, hogy megvárja, ugye, amíg egy ilyen nagy, úgynevezett ilyen szekvenáló centrumba elvigyék a mintát, akkor ott megrendelést ír, különböző szolgáltatást vesz igénybe. Gondoljatok arra például, hogy a járványügyi kutatóknak sokszor azonnal van szükségük valamilyen információra, milyen új fertőzés jelent meg, milyen új vírustörzsek alakulnak ki. Ezt máshogy nem lehet vizsgálni, csak mondjuk hónapokkal később, amikor mondjuk a szekvenáló centrumban ott, hát azt mondják, hogy jó, most a te mintát jön. Viszont, hogyha van egy ilyen kis készülék, amit el tud vinni a kutató helyszínre, akkor teljesen más. Egyből ugye manapság az információs társadalomban nagyon fontos, hogy minél hamarabb információhoz jussunk. És volt itt egy ilyen kérdés, hogy mennyire érdemes a DNS szekvenálás, vagy a különböző ilyen technológiák alkalmazása. Hát én azt tudom mondani, hogy egyre inkább ez a hétköznapunk részévé fog válni, ugyanis itt láthatok egy ilyen összehasonlítást, hogy ugye a 2000-es évek elején ez még egy ilyen sok százmillió dolláros gyakorlatilag álom volt, nem volt igazából elérhető senkinek, néhány kutatási projektben volt ez létjogosultsága, viszont napjainkban körülbelül itt, ahogy látjátok a diagramon, ilyen $1000 környékén már egy teljes genomot meg tudnak szekvenálni. Tehát, hogy nem csak a kapacitás, nem csak a miniatűrizálás, hanem az árak is nagyon drasztikusan estek. Szóval én azt gondolom, hogy ez egyre inkább a mindennapunk részévé fog válni. És most már nem csak az egy ilyen kérdés, hogy a különböző élőlényekben a géneket, a gének funkcióját megismerjük, hanem, amint itt látod, hogy egy másik amerikai elnök, ugye ezek tényleg nagyon fontos olyan kutatások, amik gyakorlatilag a társadalom nagy mértékben tud hasznosítani, ezért nyilván a kormányzatok mögé állnak. Ez az Amerikában bejelentett All of Us program, ahol már nem csak arra voltak kíváncsiak, hogy mondjuk a humán genom az hogy néz ki, hány gént tartalmaz, milyen fehérjék vannak benne, hanem a különböző betegségek okait is elkezdték az utóbbi időben vizsgálni ilyen nagymértékű DNS-szekvenálási technológiákkal, amikor nagyon sok emberből tudnak már mintákat begyűjteni, nem csak 2-3 páciens tudnak megvizsgálni, hanem gyakorlatilag azt csinálják, hogy akár önkéntesekből nagyon-nagyon sok százezer emberből gyűjtenek DNS mintát, és megnézik az emberek között a különbségeket. Gondoljatok bele, hogy nagy társadalmi problémát jelent diabétesz, elhízás, szív- és érrendszeri betegségek. Ezek mögött mind van, nem csak, de vannak genetikai faktorok is, hogyha a különböző beteg és nem beteg populációkat összehasonlítják, akkor meg tudják nézni, hogy tényleg mekkora genetikai faktor, mekkora környezeti hatás van e mögött, tehát hogy elég mondjuk egy táplálkozási változást bevezetni egy betegnél, vagy tényleg van egy komoly genetikai betegsége, és akkor muszáj például mondjuk egy gyógyszeres kezelést is igénybe vennie. És ahogy itt említettem az előzőekben, ez már nem csak Amerika, nem csak egy nyugati álom, hanem gyakorlatilag az egész világon mindenhol elindítottak ilyen szekvenálási programokat, pont amiatt, mert egyre jobban elérhető a technológia, nyilván kisebb országok is megengedhetik maguknak ilyen kutatási programok, projektek elindítását, mert már nem egy olyan nagy összeg, hogy sok milliárd dollárt kell rászállni, hanem láttátok, hogy ugye drasztikus áresés miatt sokkal kevesebb pénzből is ki lehet hozni nagyon értékes kutatásokat. És hogy nem csak az egész világon, hanem itthon is vannak erre már példák, itthon is az Onkológiai Intézetben, a SOTÉN, nagyon sok más kutatóintézetben elérhető ez,
és ezeket használják is, tehát hogy bizonyos betegeket megvizsgálnak, ahol fölmerül az a gyanú, hogy mondjuk nem megfelelő, mondjuk például egy kemoterápiás szer, ott nyilván nem feltétlenül az egész genomot szekvenálják meg, mert nem mindig van annak információtartalma, de vannak olyan célzott gyógyszerek, ahol vannak olyan ismert mutációk, amiket bizonyos szerekkel nagyon jól lehet gyógyítani, például bizonyos ráktípusoknál is vannak erre irodalmi adatok, és akkor olyan szert tudnak a betegnek javasolni, hogy nem kemoterápia vagy rádióterápiával kell szenvednie, hanem célzott terápiával sokkal jobban lehet javítani a túlélését. És ahogy az Árpi is az előző előadásban mutatta, mi is itt a törvényben különböző szimulációkat futtatunk, amik mind ezeknek a, hát hogy mondjam, tényleg világot megváltoztató kutatási eredményeken alapulnak, mi sem jöttünk volna létre, ha nem lettek volna ezek a olyan kutatások, amikre mi is biztos alapokként építkezhetünk, és ezáltal olyan szimulációkat tudunk futtatni, hogy minél jobban megértsük a rák evolúcióját, a rák működését, a különböző jelátviteli hálózatokat, hogy ne csak a mostani szerek hatását tudjuk vizsgálni, hanem akár tudjunk új szereket javasolni, vagy olyan új molekulális mechanizmusokat javasolni, amik új terápiát tesznek lehetővé. Köszönöm szépen a figyelmet!